A kreatív iparágakban dolgozók vállalkozási és alkotói készségfejlesztését célzó rendezvénysorozat kezdődött ma a Kincsesvárosban, a Kolozsvári Magyar Napok keretében. A Kreatív Kolozsvár címet viselő program célja, hogy gyakorlati bemutatást nyújtson a fiataloknak sikeres vállalkozók, szakemberek tapasztalataiból. Zenészeket, előadó művészeket, grafikusokat, formatervezőket, vállalkozókat és általában a kreatív iparágban tevékenykedőket, a fiatal alkotókat célozza meg a Kreatív Kolozsvár ma kezdődött programsorozata. Az ötletgazdák szerint Kolozsváron a kreatív iparág felmenőben van, de nincs eléggé tematizálva. Arra vállalkozunk, hogy a kreativitásunknak keressük meg a remélhetőleg nem létező határait, de minél szélesebb skálán mozduljunk el. És ehhez szeretnénk előadásokat biztosítani, szemináriumokat. Hallgassunk meg olyan embereket, akik ebben a szakmában dolgoznak, és eredményeket értek el. A szervezők szerint a Kreatív Kolozsvár egy nyitott platform. Az előadásokat gondolatindítónak szánják. Kelemen Attila első előadóként a Cannes-i Nemzetközi Reklámfilmfesztivál kiemelkedő ötleteit mutatta be. A szakembert arról kérdeztük, hogyan indulhatnak útjukra a reklámszakmában a fiatalok. A fiatalok azok kezdik egy kommunikációs suliban, és akkor, hogyha ügyesek, akkor valószínűleg feltűnnek, és kapnak egy meghívást, amiféle nemzetközi versenyre, és hogyha ott ügyesek, akkor valószínűleg vetődnek a reklámügynökségek, hogy alkalmazzák őket. Tehát, hogy ez most már kezd intézményesülni. Több olyan iskola van, amely gyártja kommunikációs szakembereket. A PONT csoport által kezdeményezett háromnapos bemutatkozó rendezvény augusztus 20-áig tart. Az érdeklődők naponta 10 és 13 óra között vehetnek részt az ingyenes programon, amely a Sapientia MT Mátyás Király utcai épületében zajlik.